Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 52. adásában. Mai műsorunkban megismerkedhetnek Tóth Brigitta profi hastáncos hölgyel. Tájékoztatást kaphatnak a Turai Szelektív Kft. Házi komposztáló projektjéről. És a Vádszentlászlói kézműves táborról beszélgetünk Vámos Ritával. Tartsanak velünk! Tóth Brigitta neve valószínűleg nem cseng ismeretlenül kedves nézőink számára, hiszen találkozhattak már vele többször térségünk rendezvényein, méghozzá hastáncos előadásait tekinthették meg. Szeretettel köszöntelek, Brigi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nagyon fiatal vagy, és mégis már jó ideje foglalkozol a hastánccal. Mikor és hogyan kapcsolódott ezzel össze az életed? 7. koromban kezdtem el táncolni. Most már ez lesz a 10. év, hogy csinálom. És hát nem tudnám megmondani igazából, ez mindig is nagy vágyam volt már előtte is, hogy hastáncolni tanuljak. És hát akkor indult itthon egy tanfolyam, és akkor rögtön beneveztem rá, és elkezdtem. Azt láttam régen sokszor, mert ugye közös bulikon vettünk részt, hogy Shakira számaira nagyon roptad, és mindig nagyon közel állt hozzád ez a műfaj, de miért? Ez vicces, de én arra vezetem vissza, hogy a kedvenc mesém az Aladdin. És hát annak a zenéje egyszerűen nagyon, az mindig is nagyon tetszett. Meg ez a hangulat, ezek a ruhák, meg az emberek, a zené. Tehát tényleg a zene az, ami a legmeghatározóbb, hogy az nagyon tetszik, és akkor... Elkezdtél járni erre a tanfolyamra tulajdonképpen, és aztán innen hová vezetett tovább a szakmai fejlődésed? Ez Turán volt, és sajnos nem működött olyan szervezetten, ahogy kellett volna, és hát többször volt, hogy hónapokig nem volt óra. De ugye Pestre én még nem tudtam feljárni a suli mellett, de aztán gimiből már könnyebb volt felmenni Pestre tanulni, és akkor onnantól kezdve már pesti tanároknál tanultam, ugye, akik a nagy nevek Magyarországon. És elindultam egy hastáncversenyen, mint full amatőr, és kiderült, hogy ez egy profi hastáncverseny. De szerencsémre megtetszettem a főszervezőnek, aki egy pesti étteremnek a vezetője. És utána őnáluk táncoltam, majdnem 2 évig, és akkor volt az az igazi nagy tanulás ott. Tehát így nem effektíve tanároktól, hanem ott bedobtak a mély vízbe, és akkor muszáj volt ellesni a többiektől, hogy hogy működik ez az egész. Most már azonban magántanárokhoz jársz, és egyénileg gyakorolsz otthon, illetve ahogyan említetted már négy szem közt az adás előtt, workshopokon is részt veszel. Milyen jelentősége van annak, hogy most már ilyen formában űződ és folytatod tovább ennek a szakmának az elsajátítását? Hát most a mesterem Bartos Noémi, Naima. Hát ez annyiban más, hogy mivel ugye magánórák, tehát csak én vagyok ott, azért sokkal egyénibb, testre szabottabb az óra, és már nem annyira a technikai része fontos, hanem az előadásmód, meg ezek az apró kis finomságok, hogy kommunikáció a közönséggel, vagy a zene lekövetése, és hát sokkal hatékonyabb. Meg hát ezek a workshopok igazából külföldi mestertanárok workshopai. És ez nagyon, nagyon nagy szerencse tényleg, hogy eljönnek Magyarországra, és akkor hát azért húzósára van némelyiknek, de hát tőlük tanulni. Nem gondoltam egyébként, hogy hát külföldi mestertanár oké, de tényleg olyan minőségi különbség van köztük meg a némelyik magyar tanár között, hogy hihetetlen. Több stílus van a hastáncon belül is, és azt szeretném megkérdezni, hogy mi alapján dől el az, hogy te mondjuk melyik stílust képviseled, illetve melyik az a stílus, amit te képviselsz jelenleg? Én az egyiptomi hastáncot táncolom. Ugye van még Törökországnak is más stílus, meg hát ezeknek a ugye, keleti államoknak, de az az egyiptomi stílus. És akkor ezen belül is vannak ágazatok, vannak folklór jellegű táncok, amik a hagyományos, amit az utca embere táncol, és van az úgynevezett raksárki és az orientál stílus, ami az előadóknak a stílusa, és ezt tanulom. De hát emellett vannak még különféle botos táncok, fájtlas táncok,
amiket férfiak is táncolnak, és hát ezekkel annyira nem foglalkozom, de ez az orientál vonal, ami az enyém. Ezt te választottad ki, vagy esetleg a mesterek azok, akik megmondják, hogy mondjuk neked ez a stílus passzol, vagy áll jól? Hát mind a kettő. Azért érzi az ember, hogy miben van otthon, és én nem vagyok ez a full komoly, tehát meghal a színpadon stílus. Én szeretem ezeket a vidám dalokat, meg a pörgős, kis dobos, rázós, és akkor ebben érzem jól magam. Ez meg is mutatkozik az eredményeiden, hiszen csupán az idén már aranyminősítéssel rendelkezel, illetve országos versenyen profi kategóriában első helyezett lettél. Hogyan élted meg ezt a versenyt, magát, és azt, amikor kimondták a nevedet, hogy te vagy az első? Hát ez egy nagyon zárt közösség, a hastáncos világ, és mindenki ismer mindenkit, és hát vannak nagy ellenfelek. És én egy éve versenyzem komolyabb szinten, és hát nekem is van egy nagy ellenfelem, akit igyekeztem mindig legyőzni, és most tényleg sikerült, és hát ez akkora meglepetés volt, hogy tényleg senki nem gondolta, hogyha ez a lány ott van egy versenyen, akkor valaki más is nyerhet, és hát hatalmas öröm volt. Helyileg hol volt ez a verseny egyébként? Ez Soroksáron, és Tamina, ő rendezi ezt a versenyt, és ott, tehát az országos hastánc versenynek volt kérve, tehát minden az egész országból jöttek. Ez hány érintettet jelent egyébként nagyjából a profi kategóriában? Profi kategóriában, hát ezen a versenyen azt hiszem olyan 20-25 ember indult ebbe a kategóriába. Tehát ebből lettél te az első tulajdonképpen. Igen. Itt Magyarországon. Igen. Azonban emellett indultál egy kecskeméti versenyen is, ahol nem csak szóló kategóriában, hanem már csapatban is felléptetek, méghozzá Hugoddal, Tóth Viviennel együtt. Igen, ez most egy új formáció. Tesóm is elkezdte a táncot, amikor én elkezdtem, de ő abba hagyta, és most 2 hónapja tanul megint tőlem. És hát nagy meglepetés volt, mert mi is aranyminősítést kaptunk. Profi kategóriában, mert muszáj volt abban indulnunk, mert ugye engem oda soroltak be, és profi nem versenyezhet amatőr kategóriában, csoportban sem. És hát nagyon, nagyon izgultunk, és hát nagyon nagy teljesítmény tőle, és tényleg büszke vagyok rá, hogy ezt így, úgyhogy jó volt. Ez is egy országos verseny volt. Ott volt mindenki, hát ezt pontosan tudom, mert 162 nevezett volt ezen a versenyen. Úgy minden gyerekektől a szeniorokig 162-en voltunk, úgyhogy ez nagyon hosszú nap volt, de hát megérte már. Biztosan megérte ezek alapján, ez így van. Mi lesz a következő megmérettetés? Most Gyöngyösen lesz majd egy verseny, július 8-án, oda fogunk legközelebb elmenni. Ez is nagyon különleges lesz, mert itt majd nem lehet klasszikus kategóriákban indulni, tehát csak modern, fúziós, popos számokkal lehet majd, és tervezünk egy nagyon ütős koreográfiát tesómmal ketten, és ez majd... Az egy fontos dolog, hogy te saját koreográfiákat is készítesz. Igen. Mi az, ami ilyenkor megihlet, vagy mi alapján készíted el ezeket? Hát nagyon nehéz, mert eleve a zenét kiválasztani, a stílust, hogy mit szeretnék majd bemutatni. És hát ennek is megvan a menete, tehát hogy ezt is megtanulja az ember, hogy milyen hangszerre kell figyelni, melyik hangszer viszi a dallamot, mikor követem a dobot, mikor az énekes hangját külön. Tehát ezek a zenék nagyon összetettek. És hát igazán jó koreográfiát csinálni az nagyon nehéz. Úgyhogy, hogyha tényleg úgy komoly szinten akarja az ember csinálni, akkor ezt nagyon meg kell tanulni. Milyen kulisszatitkot tudnál mondani? Mi áll a háttérben ahhoz, hogy te ilyen nagyszerűen teljesítesz az elmúlt évek során? Hát rengeteget kell gyakorolni. Meg tényleg, hát nem kevés pénzt kell beleáldozni, mert azért utazni, a ruhák, ezek a kosztümök azért drágák. Ezt saját magadnak varratod, vagy ezek kölcsönzött ruhák, ez hogyan alakul egyébként? Varratom, ezeket már én tervezem, mond. Nem csak a koreográfiát, hanem az a ruhát is ezek hát szerint. Hát igen, mert ez mindig nagyon összetett egy ilyen verseny vagy fellépés, tehát még azt is pontozzák, hogy nézel ki. Tehát ahogy a ruhád illik a zenéhez, a sminked, a hajad, úgyhogy ez nagyon összetett. És hát van most egy nagyon jó varrónőm, a barátnőm, és ő fergetegesen dolgozik, úgyhogy
És megmondod neki, hogy ezt kéred, és az úgy el is. Igen, ez így van. Mutatok neki egy képet, hogy na ilyet szeretnék, egy kis változtatás, hogy mégis egyéni legyen, és akkor ő megcsinálja. Brigi, hogyha meg kellene fogalmaznod néhány mondatban, hogy mi az, amit kaptál a hastánctól, és mi változott az életedben, amióta hastáncolsz, akkor ez hogyan hangzana? Hát egyrészt rengeteg barátot, nagyon jó, tényleg nagyon jó közösség, nagyon élvezem, hogy a tagja lehetek. Másrészt pedig ez olyan felszabadító érzés táncolni, nekem legalábbis, és különösen ezt a hastáncot, mert ez én vagyok, tehát ezzel tudom magam kifejezni. És hát ugye, ami a legfontosabb, az a nőiesség, hogy azért én is ezzel nőttem fel, tehát 13 éves koromban kezdtem el, és azért tehát ezáltal váltam igazi nővé, úgymond. De hát azért még mindig alakul az ember, szóval ez még ennek nincs vége, mint ahogy a hastánc tanulásnak se lehet vége. De hát tényleg, hogyha ez nem lenne az életemben, akkor valami nagyon hiányozna. De hál' Istennek itt van, igen. És kívánom, hogy még nagyon-nagyon sokáig itt legyen, és gratulálok neked az eredményeidhez. Köszönöm hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Most pedig, kedves nézőink, nézzük meg, hogy táncol Kicsiny hazánk legjobb profi hastáncosa. وانا مالي
korábbi Porta magazinunkban ígértük kedves nézőinknek, hogy be fogjuk mutatni a házi komposztálás fortéjait és mindennek az előnyeit. Most ismét itt állok a Szelektív Kft. Területén Benke Sándorral, a Kft. Igazgatójával. Sándor, egyáltalán mi is az a komposztálás? A zöld, megtermelt zöld javaknak egy olyan állapotba hozása, ami a növények és a talaj számára nagyon fontos dolog. Azt szokták ilyenkor mondani, hogy aki a zöld hulladékot a szemétbe teszi, az egy olyan feltételrendszernek nem tesz eleget, hiszen nem ő teremtette a zöld hulladékot, ezért nem tesz meg semmit, hogy megfelelő helyre tegye. Viszont aki olyan komposztál otthon, az már olyan állapotot tud létrehozni, ami a növények és a talaj számára nagyon fontos, egy nagyon fontos tápanyagot, talajjavítószert tud alkotni otthon. Korábbi adásunkban beszélgettünk arról az összetett projektről, ami megvalósult itt a Szelektív Kft-nél egy pályázat keretében, és ennek kapcsán 200 házi komposztáló berendezés is kiosztásra került. Ezt a szerkezetet itt kedves nézőink majd láthatják is a háttérben, hogy mennyire egyszerű ezt összerakni és otthon használni, de hogyan is működik ez a gyakorlatban? Igen, 200 darab ilyen komposztálókeret került kiosztásra a lakosság körében a 4 településen. Nagyon egyszerű, hiszen lapra szerelt állapotba kerültek kiadásra a lakosságnak, és ezt nagyon egyszerűen össze is lehet rakni, hiszen 4 labból áll, és 4 kis fülle segítségével lehet ezt megtenni. Közben meg is kérjük a kollégákat, hogy rakják ezt össze nekünk, hogy lássák kedves nézőink. Addig pedig azt szeretném megkérdezni, hogy melyek azok az anyagok, amelyeket egyáltalán belerakhatunk a komposztba, amikor otthonházilag elkészítjük mindezt. A helyi komposztálás egy kicsit más, mint az ipari. Itt a telephelyünkön más jellegű, ipari jellegű nagy komposztálást végzünk, ezért itt minden hulladékot gyűjtünk be, zöld hulladékot, ami a komposztba kerül. Viszont otthon nagyon könnyen és felismerhetők ezek az anyagok. A konyhai előkészítésből származó zöld hulladékok, értem itt a répa, a zöldség, krumpli, héjakat, a gyümölcsöket, valamint otthon még a kávézacot is bele lehet tenni, valamint a teafiltert is. Ezeket az anyagokat nagyon egyszerűen elő lehet keresni, és amit most bemutatunk majd, hogy hogyan kell előkészíteni az anyagokat ahhoz, hogy komposztálásra tudjanak kerülni. Egy aprítási folyamatnak kell először is, hogy meginduljon. Ezt lehet nagyon egyszerűen végezni kézi meccőolóval, egy kalapács segítségével, vagy egy szekerce, vagy egy fejsze viszonylatában is meg lehet ezt tenni. Vannak-e olyan veszélyes anyagok, amelyeknek semmiképpen sem szabad a komposztba belekerülniük? Igen, hát veszélyes anyagnak tekintjük mi itt a telephelyünkön a diófa levelet, amit a térségben élők biztosan jól érzik, hiszen ezt külön gyűjtjük be, még a komposztálat hulladéktól is külön, és a szemétől is külön gyakorlatilag. Ezeket mi nem rakjuk ide bele a komposztálat hulladékok közé, hiszen a diófa levél azt tudjuk, hogy egy csersavas anyagból van, fitotoxikus hatása van, ami nagyon lelassítja a komposztálási folyamatot. Természetesen a diófa levelet is lehet komposztálni, ez 4 év kell ahhoz, hogy ez olyan állapotba kerüljön, hogy a talaj számára vissza lehessen adni. Ha megfigyeljük a diófát, hogy milyen szép tiszta a körülötte lévő környezet, akkor látjuk, hogy még a fű se nő ki. Ez is azt mutatja, hogy milyen hatása van ennek a diófa levélnek, illetve a diófának, és a diófa az nagyon jól tudja, hogy a termését olyan helyre engedi ledobni, ahol az emberek megtalálják és fel tudják szedni. A másik ilyen nálunk nem szokványos zöld hulladék a tűlevelő fenyő, ennek a magas gyanta tartalma miatt van, hogy nem tesszük bele a komposztba. Természetesen otthon ezt kisebb mennyiségben meg lehet tenni, ez is le fog komposztálódni, egy kicsit több idő kell hozzá. Mennyi időt vesz egyébként igénybe az, mire használhatóvá válik ez a komposztanyag? Az aprítás után szinte 3-4 hónapon belül már nagyon jól látható a folyamat, és a végső stádium az 6 hónap után érhető el, amikor már szinte földszerű anyaggá válik ez, és a benne lévő mikroorganizmusok, a férgek, csigák nagyon jó munkát végeznek, és nem kérnek számon tőlünk semmit, ezért nagyon jó hatékony munkaerőnek is számítanak. 6 hónap után viszont egy olyan anyagot kapunk, ami a talaj számára elengedhetetlen. A szerves anyag utánpótlás nagyon fontos a talaj számára. A komposztnak van olyan jelentős hatása, hogy száraz időben megtartja egy kicsit a nedvességet, az a talaj nem fog mindjárt kiszáradni, és így tovább tud növekedni a növény a talajban. Miért előnyösebb komposztot használnunk a műtrágyák helyett?
Hát az előbb említettek is ezt mondják. Azon a területen, ahol a növények nem tudják felvenni a műtrágyából kioldódó gyors tápanyagot, az sajnos lekerül a talajba, és elkezdi szennyezni a talajvizeket. Ez senkinek sem hiányzik, úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy akinek van otthon zöld hulladéka, az inkább komposztáljon, ne használja a műtrágyát, hiszen a műtrágyával saját magunkat szennyezzük. Nagyon látszatos az, hogy gyorsan elkezd nőni a növény, de annak milyen következménye vannak, akár ránk nézve, vagy a talaj számára, azt már sokan nem vizsgálják. Ezért is nagyon előnyös a komposzt. Sándor, milyen fázisai vannak a komposztálási folyamatnak? Amikor előállítottuk ezeket a zöld hulladékokat, akkor első lépés, hogy ezeket le kell aprítani. Hiszen a baktériumok, férgek, csigák csak úgy tudnak uralkodni ezen a növényen, ezen a szerves anyagon, hogyha minél nagyobb felületen tudnak elmenni, minél nagyobb felületet tudnak igénybe venni saját célukra. Az első fázis, tehát az aprítás, amikor ezt megfelelő állapotba hozzuk, illetve a komposzt keretbe, hogy beleférjen. A második fázis az, amikor ezeket az anyagokat át kell forgatni időközönként, hiszen, ahogy mondtam, ilyen mikrobiológiák is vannak, és őnek számára nagyon fontos, hogy oxigénhez jussanak. Ha ezt 6 hónapig csak benne hagynánk a komposztkeretbe, és nem történne semmi, akkor ez a komposztálási folyamat nagyon sokáig eltartana, és ezzel tudjuk gyorsítani, hogy havonta legalább egyszer át fogjuk forgatni. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet tenni, nem kell hozzá nagy igény. A komposztkeretnek az oldalát megnyitjuk, az egyik felét, és abból villa segítségével kirakjuk, majd utána visszarakjuk ezt a hulladékmennyiséget. Amikor már a komposztkeret alján keletkezik, az már előfordulhat, hogy kész komposzt is lehet. Természetesen ezt nem kell visszaraknunk a komposztáló edénybe, hiszen ez már egy kész anyag. Ez az utolsó fázis az, amikor már ki kell rostálni a már kész anyagot, amíg nem komposztálódott anyagból, és ez egy kis rosta, egy akármilyen kis lukas edény, amiben természetesen nem egy lukas vödöröt értek ez alatt, de egy rács segítségével ki lehet rostálni, és a kész finom anyagot már ki lehet szórni a területre. Lényeges a komposztnál az is, hogy ezt bármikor ki lehet szórni a területre, nem olyan, mint a műtrágya, hogy ha kiszórom, akkor lehet, hogy másnap megjelenik a fehér folt rajta, hogy kimarta a füvet. Ez bármikor évszaknak függetlenül ki lehet szórni, és mindig jó eredményt hoz a zöld hulladék. Még azt megemlíteném, hogy a komposztunk viszont elnyerte az Európai Bizottság által létrehozott ökocímkét. Erről azért nem sokan tudnak, úgy gondolom. Nagyon lényeges. Ezt Magyarországon környezetbarát termék minősítésnek nevezik. Ezt az Európai Bizottság hozta létre, és csak olyan helyek kaphatták meg, amihol teljesen a környezetvédelemért tesznek. A környezet olyan termékeket állítanak elő, ami környezet számára előnyös. Ez a komposzt ezt a védjegyet élvezi, az országban nincs ilyen tudomásom szerint, és ha az Európai Unióban valaki megkérdezi, hogy Magyarországon hol talál ilyet, akkor csak azt mondják, hogy a Szelektív Kft. Is tura. A Szelektív Kft. Nagyon fontos feladatának tekinti ezt, hogy már kisgyermekkorban megismertesse az emberekkel mindezeket az előnyöket. Éppen ezért a földnapi rendezvények egyik fő támogatója az önök cége. Milyen formában nyújtanak ismeretanyagot a gyermekek és a fiatalok számára? Amikor itt elindult nem csak ez a mostani imént említett projekt, hanem maga a térségben a 4 településen a szelektív hulladékgyűjtés, és épült ez a hulladéklerakó telep, akkor már el kellett gondolkodnunk, hogy rendben van, hogy lesz egy nagyon korszerű hulladéklerakó telep, de kell hozzá az is, hogy megmutassuk mind a lakosságnak, mind a gyerekeknek, hogy milyen hulladékaink vannak. Hiszen az emberek számára a hulladék az egy utolsó dolog, azzal nem igazán foglalkozunk, és mégis ott vannak körülöttünk. Ezért már 1997-től folyamatosan a 4 településen regionális földnapi rendezvényt szervezünk, valamint komposztbulit. A földnapi rendezvény ugye tavasszal, hiszen akkor van a földnapja, a komposztbulit pedig ősszel végezzük el, vagy rendezzük meg. Ez nagyon érdekes, az országban szinte egyedülállónak mondható, hiszen minden településen megfordul ez a rendezvény, minden óvodás és iskolás megismerheti egymást, egymás szokásait, valamint a szelektív hulladékgyűjtést. A múlt évben a komposztbulit itt rendeztük meg a telepeinkön, itt a gyerekek versenyeztek, kerékpárral hulladékot gyűjtöttek, válogattak, közelről megismerték a hulladékokat.
Az iskolákban, és azt hiszem az óvodákban is pedig elhelyezésre kerültek a cég által nagyon jópofa színes szemét elhelyező tárolóedények, olyan kis kukák, amik állatformájúak. Ennek milyen jelentősége volt? Úgy gondoltuk, hogy nem elég, hogy kint a közterületen, illetve az iskola épületében, az óvoda épületében találhatók ezek a gyűjtők, hogy azt bemutassuk, hanem nagyon lényeges, hogy közelebb kellett vinni a gyerekekhez, hogy a mindennapi hulladék eldobásakor már tudja, hogy melyik hulladékot hova kell tenni. Ezt az óvodában az óvónénik, az iskolában pedig a pedagógusok nagyon keményen számon kérik a gyerekekről. Nagyon lényeges példa az is, hogy ahol most az iskolatáj akció van, ott a kakaós porrat is el kell öblíteni a gyerekeknek, és csak úgy tehetik a megfelelő gyűjtőedényzetbe. Egyébként ezeket ugyanúgy alakítottuk ki, mint a lakosságnál van. Van egy a nedves és intimnek, ez a tigris hulladékgyűjtő. Van egy száraz hulladék, az a panda nevű, hiszen a panda az egy tiszta és jó állat. És a zöldnek természetesen a békát választottuk, ami zöld béka és a komposztált a hulladékok gyűjtésére szolgál. Azt gondolom, hogy nem csak ez a fajta megmozdulás, hanem az egész tevékenység, amit a Szelektív Kft. Végez, egyedülálló az országban, és nagyon-nagyon sok díjjal jutalmazták már mindezt a lehetőséget és ezt az összefogó kezdeményezést, amit önök itt végeznek. Melyek ezek a díjak? 2006-ban az Italos Karton Szövetség megversenyeztette a közszolgáltatókat, két kategóriát állított fel, a 60 ezer fő feletti közszolgáltatókat és a 60 ezer fő alatti közszolgáltatókat. Ezen a pályázaton mi is elindultunk, hiszen tudtuk, hogy a térségben jól működik a szelektív gyűjtés, és ezeket a társított italos kartont, amiben a tejet más néven tetrapaknak is nevezik, dobozokat gyűjtöttük be a lakosságtól, és ebben a második kategóriában gyakorlatilag mi lettünk az elsők, azzal, hogy 22 darab dobozt gyűjtöttünk be, szinte egy főtől, egy lakótól. Természetesen ez átvitt értelemben, hiszen a 15 ezer főre vetítettük ki ezt a 22 dobozt. Ha megnézzük, hogy a másik kategóriában Szeged lett az első, de csak 8 ilyen egyfőre jutó dobozzal, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országosan is nagyságrendekkel megelőztük mindenkit. Tehát büszkék vagyunk rá, hogy a térségünkben egy ilyen cég üzemel, mint az önöké. Köszönöm szépen, Sándor! Köszönöm én is! Sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és ezt a kisegeret itt az Inkzsebemen, aki tavaly készült Vác Szent Lászlón a fabrikáló ficánkuló táborban. És ennek kapcsán köszöntöm stúdiónkban Vámos Ritát, a tábor vezetőjét és ötletgazdát. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Rita, miért fontos a gyerekek ilyen formájú nevelése a vakáció alatt? Mert nagyon kevés elfoglaltság van, ami úgy köti le a gyerekeket, hogy fejlesztő foglalkozásokban vehetnek részt. Az iskolán túl olyan foglalkozásokra lenne szükségük, amikor nem tanulás és figyelem a cél, hanem csak a fejlesztés és a játék. És ezzel teljesen új dolgokat tanuljanak. Milyen foglalkozások ezek? Mire gondolhatunk? Hát kézműves jellegű tábor tulajdonképpen ez a tábor, de nem csak kézműves dolgokkal foglalkozunk, hanem mozgásfejlesztéssel is, mert mind a kettő nagyon fontos az általános iskolás gyerekeknél. Nagyon nagy fejlődést futnak be a gyerekek elsőtől 8. osztályig fizikálisan, és ez pont a tábor jellegéből adódóan a finomotorikus mozgástól a nagy mozgásokig mindent fejleszt a tábor. Kicsit eltérve még a táborról beszélgessünk egy kicsit. Mióta szervezik ezt a tábort Vác Szent Lászlón? Tavaly indult először. Nekem is van általános iskolás korú gyermekem, és ezért találtuk ki, hogy könnyebb legyen lekötni az ő korosztályát. Tavaly nagyon nagy sikere volt. Hát teltházzal mentünk, az azt jelenti, hogy két ember vezette a tábort, és pont a kapacitásunkat kimerítettük. Mennyi a kapacitás? Hát 16-20 fő közötti az, amit jól dolgozva, örömmel, könnyedén végig lehet csinálni. Tehát két főnek. Értem. A tábor részleteiben, tehát egy nap, az hogy néz ki? Hogy tudják a gyerekeknek a figyelmét úgymond egész nap lekötni? Hát nagyon be vannak táblázva. Reggel 8-tól délután 4-ig tart a tábor. Reggel megérkeznek, van egy fél óra laza időtöltési időszak, az első nap ismerkednek, a többi nap az előző nap készült játékokkal játszanak, báboznak, társasjátékot készítünk, akkor társasjátékoznak, ilyesmi. Utána van egy észkapcsoló agytorna,
ami egy negyed óra 20 perces mozgássor, ami nyújtózkodások vannak benne, két agyféltekét összeharmonizáló mozgások, amik segítik a tanulás, könnyítő feladatuk is van, de segítik az összes olyan mozgást és kreativitást, amit a nap folyamán használunk. Milyen mozgások ezek, amik a két agyféltekét összeharmonizálják? Keresztező mozgások, mutatok egy jót, például ilyen. Értem, tehát az a bonyolultság az, hogy ellentétesek. Igen, tért könyök keresztezés, nagyobb nyújtózkodások. Tehát elég sokféle, igazából ezt a technikát olvasási könnyítésre, meg ilyesmikre használják, de mindenféle két agyféltekés váltásra, tehát a logikus és a kreativitás közti váltásra használható. Meg délután a táncos résznél is működik. Tehát reggel agytorna, utána van reggeli kézműves foglalkozás egy, mert kétféle kézműves technikát tanulunk minden nap. Minden nap természetesen másik, tehát összesen 10 különböző dolgot csinálunk a héten kézművesség terén. Arra figyelünk külön, hogy a gyerekek olyasmit készítsenek, amiben a saját kreativitásuk szerepet kap, tehát nem sablonokkal dolgozunk. Az nagyon ritka, minden gyerek teljesen egyedi különböző dolgot készít az adott technikán belül. Utána ebéd, egy óra kis lazítás az udvaron, akkor is vannak általában mozgásos gyakorlatok, tehetünk többféle ugróiskolákat, ugróköteles játékokból olyasmiket, amiket nem ismernek, tehát egy csomóféle közösségi játékot. Délután megint egy kézműves foglalkozás van, és egy tánc, ami tulajdonképpen a tavaly rock and roll volt, és twist, mert kevés volt a fiú, ezért megtanultuk a rock and roll alaplépést, tehát egy órában, vagy napi egy órában, és az utána, amikor már ez már nagyon jól ment, akkor twist koreográfiát, tehát egy petróleum lámpára egy klassz táncot adtak elő utolsó nap, és utána már egy csak szabad játék, amíg jönnek értük, tehát nagyon sűrű. Ugye említést nyert az, hogy ugye minden nap két különböző kézműves technika kerül a gyerekek elé, amit megtanulhatnak, vagy amiben dolgozhatnak. Mint például, mik ezek a technikák? Nagyon sok minden, a papírmunkáktól, mint ez a paripa. A papírmunkáktól a mandala színezésig, rajzolásig szintan tanulunk. Akkor üvegfestés, pólót festünk, volt kesztyűbáb készítés, csempe alátétre festettünk, tehát csempére festettünk edény alátétet, kerámia filccel, tehát mindenfélét. Igyekszünk olyasmiket is felhasználni, amit máshol hulladéknak tekintenek, konzervdobozból pohár, vagy hogy hívják, ceruzatartó. Tehát ilyesmiket is készítettünk. Nagyon sok minden felmerült, és mindig változnak is, tehát most idén olyasmiket fogunk csinálni, amit tavaly nem. Hát látom ezen a paripán is, hogy igen, csak környezetbarát dolgokból áll össze, mert jól látom, ez WC papírtekkel, WC papír, a burigája. Így van, igen, tulajdonképpen egy az egybe utolsó centig. És a gyerekek az elkészített tárgyakat ki tudják állítani a végén? Igen, utolsó nap délután, hát négyig tart a tábor, 3-tól kiállítást rendezünk, úgyhogy mindenki egy saját asztalon berendez mindent. Tehát az origamitól a festésig, minden a gipsz dolgok, minden egy kupacban van neki, saját maga berendezi, egy kirakat rendezési feladatot kapnak, és mindenki külön bemutathatja a szüleinek, és utána jön a tánc bemutató. Tehát ez van a táborzáró programként, hogy tánc bemutató és kiállítás. És a gyerekek hogy fogadják a tábort? Hát nagyon izgultak tavaly, és utána úgy mentek haza, hogy miért nincs két hét, jövőre lesz-e, be voltak zsongva, utána a kézműves szakkörre is jöttek hetente, amit tartottam ott a művelődési házban, tehát nagyon nagy volt a lelkesedés. Érdekes, hogy a mozgásos része ugyanolyan izgalmat kelt, mint a kézműves, pedig abból ugye haza nem visz semmit, és egy csomó olyan dolog, mint nem hiszem, hogy twistelnek naponta, de mégis akkora örömmel csinálta az egész társaság, hogy öröm volt nézni őket. És a szülők? A szülők nagyon örültek, hogy jó helyen van a gyerek. Meg amit nem mondtam, hogy napi 3-szor étkezés benne van, tehát nekik semmi dolguk nincs aznap a gyerekkel, olyan, mintha iskolába menne és napköziben lenne. Értékelték a szülők, örültek a bemutatónaktól, szóval úgy láttam, hogy nekik is sikeres volt. Gondolom azért a gyerekek között is sok a különböző, tehát van, amelyik türelmesebb, nyugodtabb, de vannak az eleven gyerekek, akiket ugye nehéz lekötni egy ilyen kézműves dologgal, legalábbis szerintem. Őket sikerül megfogni? Igen, ezért jó, hogy mindenkinek a saját fantáziára bízzuk az alkotást. Tehát azzal sem volt gond, ha valaki a pólójára csak feliratokat írt, vagy akármit.
mondjuk a Ficánkoló fabrikálót kértük, hogy írja rá, meg a dátumot, hogy az táboros póló legyen, de mindenkinek szabad út volt. Tehát ha nagyon nem bírt magával valaki, és már elkészült, akkor odaült a paravánhoz bábozni a kesztyűbábbal, vagy leültek az első nap készített saját társas játékhoz, ami szintén teljesen mindenkinek saját ötlet, kártyákkal, minden, tehát nagyon élvezték a közös játékot is. Értem, és olyan koncepció, tehát hogy egy napra, hogy most gyerekek, akkor itt van egy mese, amit mondjuk elolvasunk közösen, és hogy abból készítünk dolgokat, meseszereplőket, vagy mindig csak a gyereknek a kreativitására van bízva ez a dolog? Úgy szokott indulni, hogy inkább ötletelés megy. Tehát én elmondom, hogy mi a feladat, esetleg mutatok rá mintát, mint például ez a ló eredetileg zebrának indult. Tehát úgy nézett ki, hogy mutattam egy képet, WC-papír gurigaz zebra, oké, ebből lett minden, az egyszervútól a lovon át, minden. Akár szárnyat is lehet neki ragasztani, tehát nagyon beindul a fantáziájuk, és ettől már, hogy a saját ötletét valósítja meg a gyerek, egész más a hozzáállása. Nem úgy van, mint technika órán, hogy mindenkinek egyforma kis tutajt kell készíteni, vagy ilyesmi, hanem pont ez az a legjobban a társas játéknál jött ki, amikor ugye lehetett csigavonalban ilyen kis karikákat rajzoltunk, kis sablonnal, hogy egyformák legyen legalább a lépés, nagy kartonra, össze-vissza, ahogy neki tetszett. Nem mondtuk meg, hogy ez most Hófehérke, vagy akár milyen sárkányos, lovagos mese legyen a játék ötlete. Kitalálták. Volt felállítható, kartonpapírból felállítható óriás, aminek a lába közt kellett átmenni a bábúval. Tehát mindenfélét kitaláltak. Tehát nagyon, nagyon jó. Kik segítenek a tábor megszervezésében? Hát a Műfázasné, Grébe Jánosné Marika, ő mindent. Tehát intézte nekünk az ebédet, a szervezést, segített reklámozni, tehát nagyon-nagyon sokat segített végig. És hát maga, ugye ő maga egy személyben a művelődési ház Váczent Lászlón, és a húgom, aki végig ott volt, asszisztált, csinálta, tanította velem a táncot, felügyelte a gyerekeket, mindent, és idén írtáncot fogunk tanítani, mert ő írtáncolt, tehát idén most Váczent Lászlón hagyjuk a rock'n'rollt, az most volt tavaly, idén egy egyszerű ilyen néptáncot fogunk tanulni. Tehát, hogy kicsit változatosabb legyen. Lehet, hogy kicsit a kelta monda körre építjük majd az ötletelést, ez majd még kialakul, hogy veszik a gyerekek. A tábor ki tudja magát nőni Váczent László határain kívülre is? Hát most nagyon úgy néz ki, hogy igen. Gödöllőn a mezőgazdasági eszköz- és gépfejlődés történeti szakmúzeumban, ahol dolgozom, ott meghallották, és rögtön mondták, hogy ők is teret adnak neki, úgyhogy idén már indul Gödöllőn is. Most június utolsó hetében lesz, oda még bátran lehet jelentkezni, és a gépmúzeum területén szintén minden támogatást megadtak hozzá. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy jelentkeznek-e. Ott rock and roll lesz, és twist első körben a jól beváltal indítunk, aztán majd meglátjuk. Hol tudnak jelentkezni az érdeklődők a gödöllői programra? A gépmúzeumban, gépmúzeum telefonszámán vagy e-mailben lehet érdeklődni. A honlapon is kint lesz már szerintem a héten szórólap meg tájékoztatás. Mikor lesz pontosan? 25-től 29-ig. Váczent Lászlón és Gödöllőn is egyszerre? Gödöllőn, hát az nem lehet, nem tudok osztódni, de 25-től 29-ig lesz Gödöllőn, ez lesz előbb, és utána 2-től 6-ig Váczent Lászlón. Tehát húzós két hét lesz, de nagy izgalommal várjuk. Hát köszönöm szépen, Rita, hogy beszélgettünk a fabrikáló ficánkoló táborról. Én is köszönöm. Önök a Porta 52. adását látták. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Eddigi műsorainkat megtekinthetik a www.regioplustv.hu weboldalon, a videótár menüpont alatt. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa, az Árvácskás Virágbolt, a Kiscsuki Konyha és Üdülőház, a Möbelsgen Textil Kft.,
a Galgahévízi Bútorstúdió és a Versek Tüzép.